Lászlónak hívlak. Köszönöm a meghívást, hogy itt beszélhetek most a körötökben arról, hogy a kvantummechanika milyen hatást gyakorolhat a kriptográfiára. Én két egyetemen is tanítok, az egyik a Nyugat-Magyarországi Egyetem, ahol a gazdasági informatikus képzést gondozunk, a másik pedig a BME. Ott van egy mobil kommunikáció és kvantumtechnológiák laboratórium, ahol már elég régóta foglalkozok kvantum informatikai kutatással. Egy olyan előadással készültem mai napra, ami négy témakört fog felölelni. Egy előzetesen, mikor egyeztettem e-mailben, akkor elég széles volt a spektrum, és ezt leszűkítettem négy részre. Fogok kicsit beszélni arról, hogy mi az a kvantuminformatika, fogok beszélni arról, hogy mi a kvantumszámítógép, legalábbis mi lehet a kvantumszámítógép, fogok beszélni arról, hogy mi ez a soralgoritmus, hogy itt már ennek kapcsán a rendezvénynek a Facebook oldalán is voltak hozzászólások, és végül beszélni fogok még egy témakörről, ami szerintem még izgalmasabb, mint mondjuk a soralgoritmussal feltörni az RSA-t. És ugye ennek a ma estének az előadását ezt még nagyjából másfél hónappal ezelőtt egyeztettük, mert hogy január 2-án jelent meg a hír a Washington Postnak a tollából, hogy az NSA az keresi a lehetőséget, hogy kvantum számítógépet építsen. A kezembe került egy titkos könyv, és ebből szeretnék egy részletet kiemelni, külön kinyomtattam, hogy el tudjam olvasni, ami leírja azt, hogy mi is ez a számítógép. 5 év alatt készült el, 500 000 ember óra, 1,9 milliárd dollárba került, kvantum alapú számítási megoldásokat használt, és ezt használja az NSA arra, hogy feltörje a különböző kódot. Ez a könyv, amivel ezt idéztem, ezt még Amerikába szereztem be, azóta megjelent már Magyarországon is. Dan Brown-nak a Digitális Erő című könyve, 1998-ban írta, és én már akkor megjósolta, hogy az NSA majd kvantum számítógépet fog használni. Én erre gondoltam, amikor elolvastam január 2-án ezt a hírt, ami arról szól, hogy lehet, hogy majd lesz az NSA-nek egy kvantum számítógépe, úgyhogy szerintem most még nem kell nagyon megijedni, hogy áttértünk a posztkvantumos korszakra. Amiről szeretnék beszélni az előadásomban, az négy különböző blokk egymásra épülve, és hát nagyon sokféle módon lehet beszélni arról, hogy mi is az a kvantuminformatika. Az egyik megközelítési lehetőség, hogy azt mondjuk, hogy Schrödinger macská, innét indul minden előadás, és akkor ennek belemegyünk a mindenféle tudományos hátterébe, és elkezdünk különböző egyenletekkel dobálózni, így lesz akadémiai az előadás. A másik lehetőség, hogy azt mondjuk, hogy közelítsük meg ezt a kérdéskört teljesen ismeretterjesztő szemmel, és Schrödinger macskáját nézzük meg úgy, mint egy ilyen kis apró képregénykocka, amely kering a neten. Én azt választottam a mai alkalomra, hogy nagyon sok mindenről fogok beszélni az első 45-50 perc végáttekintés jelleggel, mert ebben a négy témakört beleértettem, és utána a maradék 60 perc, meg van lehetőség arra, hogy bármelyik témakörbe vagy jobban elmélyedjünk, vagy vitatkozzunk róla. Tehát úgy gondolom, hogy a kvantuminformatikában nagyon sok lehetőség rejlik jelen pillanatban is, és azért minden egyes témakörnél feltüntöttem a szlájdokon további olyan webes hivatkozásokat és irodalmakat, ahol még nagyon sok mindent fel lehet lelni. A BME-n van egy választható tárgyam, vagyis két választható tárgy, ami fut, mindkettő kvantuminformatikával foglalkozik, és két fél éven keresztül foglalkoznak a hallgatók azokkal az ismeretekkel, amelynek egy részét én most akkor a maradék 45-50 percbe át fogom adni a társaság számára, megpróbálom minél követhetőbb módon, de hogyha kérdés van közben, akkor nyugodtan lehet már most kérdezni. Jó, szóval a kvantuminformatikának és a kvantumszámítógépnek az egyik alapkérdése a szuperpozíció. Hogy a szuperpozíciót megközelítsük, nem hagyományos módon, képzeljünk el ugye nullás meg egyes értékeket, amelyeket használunk a hagyományos klasszikus informatikában. Amikor egyetemista voltam, elég sokszor rendeltünk pizzát, feleltessük meg ezt a nullás állapotnak, és hát volt olyan alkalom, amikor giroszt is rendeltünk, és voltak a giroszos dolgok. A kvantum informatikában nem csak nullás és egyes értékek lehetnek, ennek a kettő értéknek az együttes szuperpozíciójába létezik a rendszer, meg van klasszikus megfelelője, hogy ez a giroszos pizza, ami egyszerre van a pizza és a girosz állapotában. Valami hasonló módon kell elképzelni a kvantuminformatikában is a dolgokat, persze, hogyha specifikusabb szeretnék lenni, akkor egy kvantumbitunk az úgy néz ki,
hogy egyszerre található meg a nulla állapotba, és egyszerre található meg az egyes állapotba. Egészen pontosan egy ketfinek nevezett kvantumbitet, azt úgy tudunk leírni, hogy A szor ket 0 meg B szer ket 1, mert ezek az A és B értékek nem mások, mint a komplex valószínűsége együtthatók, és az abszolút érték négyzetük az egyet ad. De ezt a matematikai dolgot szemléltessen egy kicsit mérnökibb módon is, így elhelyeztem ezt a vektort egy körön, lehet látni a két bázis vektort, a nullás, illetve a hozzátartozó ugye egyes értéket, és itt van a ketfi vektorunk, mely a két érték között tetszőleges értéket felvehet. Ez tehát az, ahogyan el tudunk képzelni egy kvantumbitet, hogyha mondjuk megpróbáljuk a kétdimenziós sikon ábrázolni, vagyis olyan bitekkel foglalkozunk a kvantuminformatikában, amelyek nem csak a nulla állapotban lehetnek, vagy nem csak az egyes állapotban lehetnek bent, hanem a kettőnek a tetszőleges szuperpozíciójában. Egyszerre vannak bent a nullás, meg az egyes állapotban, ezt nevezzük szuperpozíciónak. Jó, még egy olyan kérdés az itt jelenlévő társasághoz, csak hogy el tudjam képzelni, hogy a következő néhány szlájdnál mennyire kell belemennem milyen az egyes dolgokba. Így mérnöki végzettség. Jó, ilyen fizikai tudás, tehát kvantumfizika. Jó, és azt nem kérdezem meg, hogy ki az, aki mondjuk hackeréssel foglalkozik, mert ugye ez a Hackers Fest Budapestnek az összejövetele. Egy másik ábrázolási módja egyébként a kvantumbiteknek, ezt az egyik hallgatón dolgozta ki, a fraktál alapú ábrázolási lehetőség. Ez szintén itt az ábrán látható, itt a sötét részek felelnek meg a nullás értéknek, a fehér részek felelnek meg az egyes értéknek, az egésznek a területe az egység, tehát ez az egy, és akkor ezen belül tudnak osztozni a részek egymásnak, és hogyha van egy olyan bitünk, ami csupa fekete, az tehát a nullás értéknek felel meg, a csupa egyes érték az a csupa fehér az egyes értéknek, és lehet, hogy itt van az, ami egyszerre van az A meg a B-nek a szuperpozíciójában. Jó, tehát ez az érték, vagy ez a fogalom, hogy szuperpozíció, ez egy kulcskérdés a kvantuminformatikában és a kvantumszámítógépeknek a világában. Rögtön beszélni fogok arról, hogy miért is. Előtte négy olyan alapvető szabály, ami érvényes a kvantuminformatikára. Nem fog belemenni a mély részletekbe, csak kimondom azt a négy posztulátumot, amelyre alapozzuk a kvantuminformatikának a világát. Arról szeretnék majd beszélni az előadásomban, hogy kell-e férni a sor algoritmustól, amire az RSA-t fel lehet tölni, vagy sem. És ahhoz, hogy megértsük, hogy hol tart jelen pillanatban a kvantumszámítógépeknek a világa, és megértsük a mögötte lévő problémákat, fontos, hogy mindenki hallja legalább egyszer a kapcsolódó posztulátumokat. Az első posztulátum az a zárt rendszer leírásáról szól. Azt mondjuk, hogy van egy zárt fizikai rendszerünk. Szeretném hangsúlyozni, hogy egy zárt rendszerről van szó. És ezt a rendszert mi képesek vagyunk leírni. Ezáltal definiáltuk a kvantumbitet, hogy A szor ket 0 meg B szer ket 1 alakba leírtuk a bitet. A második posztulátum az a rendszer időbeli fejlődéséről szól. Azt mondja, hogy egy zárt rendszer időbeli fejlődése egy unitér transformációval írható le. Ennek örülünk innétől kezdve, mert ez azt jelenti, ha van nekünk egy kvantumbitünk, meg fogunk egy unitér transformációt, nevezzük el ezt egy kapunak, hasonlóan a digitális technikához, ahol vannak a kapuk, itt is vannak kapuk, ezeket kvantumkapuknak hívjuk, fogunk egy kvantumkaput, és el tudunk vele végezni műveletet. Egészen addig, ameddig unitér transformációt hajtunk végre, addig a kvantumvilágban maradunk a művelet végrehajtásával. Van egy különleges transformáció, ezt mérésnek nevezzük. Amikor ott van nekünk ez a kvantumbitünk, ami egyszerre van a nullás meg az egyes állapot között, valami értéket felvéve, ez egy kvantumbit. Ahhoz, hogy mi ezt a hétköznapi világban, ami klasszikus világnak nevezünk, kiolvassuk ennek az értékét és hozzájussunk az információhoz, ahhoz végre kell hajtani egy mérést. A mérés hatására a kvantumbitünk megsemmisül, ez a bit, ami itt valahol volt ezen a körön, meg fog semmisülni, és helyette kapunk vissza egy mérési eredményt, vagy egy egyes értéket, vagy egy nullás értéket annak függvényében, hogy éppen mit hozott a vakszerencse, vagy legalábbis a szerencse. Itt egy pillanatra visszaugranék magára a kvantumbitnek az ábrájára. Ezek a komplex valószínűségi amplitúdok mondják meg,
hogy mekkora valószínűséggel mérünk nulla értéket, és mekkora valószínűséggel mérünk egyes értéket. Matematikailag én nem más, mint hogy ezt a vektort leképzem a nullás, illetve az egyes bázis vektorra, és fölírva azok lineáris kombinációjaként. Hogyha ennek az olyannak nagy az értéke, akkor ez a vektor ezek lefele fog állni, és nagyon nagy valószínűséggel nullát mérek, persze még akkor is lehet, hogy egyes értéket kapok vissza. Ha meg a v-nek nagyon nagy az értéke, akkor nagy valószínűséggel egyes értéket fogok mérni, persze még akkor is van arra lehetőség, hogy mégis nullát fog mutatni a rendszerem. Ez a kvantuminformatikának az egyik szépsége, amit a mérési posztulátum mond ki, hogy ha nekem van egy rendszerem, ami ebben a szuperponált állapotban van, egyszerre 2-0 és 2-1, és ki akarom olvasni ennek az értékét, akkor ha az nem visszintesen vagy függőlegesen áll, akkor nem tudom, hogy miért kapom azt az eredményt, amit kaptam. Ha végrehajtom nagyon sokszor a mérést, 100-szor, akkor persze fogom látni a valószínűségekből, hogy igen, valószínűleg azért kaptam ezt, mert közel állt az egyes értékhez. Tehát ez az egyik érdekessége a mérésnek. A másik érdekessége a mérésnek, hogy csak és kizárólag tőlem függ, hogy mit választok én bázisrendszernek. Itt kijelöltük önkényesen ezt a vektort, mert ezt a két bázisvektort, itt a nullás meg az egyes vektort, mert ezt megszoktuk már a különböző koordinált a rendszerekbe, de teljesen mindegy, hogy én mit választok ki. Hogyha fogom és elforgatom ezt a 90 fokos két vektort, két vektort egymással 90 fokos szöget zár be, azzal is teljesen jó mérést tudok végrehajtani. Tehát mikor egy kvantuminformatikai algoritmus készítünk, akkor ránk van bízva, hogy milyen mérést szeretnénk végrehajtani. Az, hogy mit jelölünk nullának és egyesnek, az csak és kizárólag ránk van bízva. Hasonlóan ahhoz, hogy a hagyományos, klasszikus digitális technikában, az, hogy mit jelölünk nullásnak és egyesnek, 3 volt, 5 volt, hogy itt feleltetünk meg, az ránk van bízva. Jó, tehát, hogyha én ezt kicsit átalakítanám, úgyhogy ez az egyik bázisvektor, és ez a másik bázisvektor ebbe az irányba, akkor egyértelműen végre tudnám hajtani ezt a mérést, és itt mindig egyértelműen megkapnék egy értéket. Igen, ezek komplex valószínűségi amplitúdok, lehetnek negatívak a számok is, tehát bárhol állhat ezen a kvantumbitunk, de azt jelenti, hogy végtelen sok kvantumbitet tudnék felrajzolni erre az értékre. Jó, tehát nyugodtan lehet az A és a B érték negatív számomra az esetben. Ami a nagyon jó kérdés az abból a szempontból, hogyha van nekem egy másik, itt van ez a vektor, és van nekem egy másik vektor, ami ugye negatív a hozzátartozó B érték, és én végrehajtok egy mérést, akkor ugyanannyi valószínűséggel fogok nullát meg egyet kapni, hiszen az abszolút érték négyzetük összege fog egyet adni ebbe az esetbe. Tehát tisztán mérés szempontjából számomra ez a két vektor, ez ugyanazt az eredményt fogja hozni, nem fogom tudni, hogy a kvantumrendszer igazából így állt az a vektor, vagy pedig a másik értéket kaptam, mert ezek nem látszódnak, amikor végrehajtjuk a mérést. Amikor végrehajtunk egy mérést egy kvantumbiten, akkor ha ez a projektív mérés hajtunk végre, akkor meg fog semmisülni a kvantumbitünknek az állapota. Sőt, ez igazából igaz az összes mérésre, amit végrehajtunk. Van egy kvantumbitünk, és kiolvassuk az értékét, abban a pillanatban megszűnik kvantumbitnek lenni az a kvantumbitünk, és onnéltől kezdve csak egy klasszikus nulla, vagy csak egy klasszikus egy érték áll rendelkezésre. Jelen pillanatban tehát ott tartunk, hogy van ez a szuperponált állapot, ugye ez a giroszos pizza, és amikor mi végrehajtunk egy mérést, ránézzünk arra a pizzára, vagy mondjuk beleharapunk, ez legyen még jobb, akkor vagy a pizza ízét érezzük, vagy csak a girosz ízét érezzük, és a kettő együttes ízét nem érezzük, hanem határozottan eldőlt, hogy mi az íze, és onnéltól kezdve csak és kizárólag ezé válik az adott dolog, amit elfogyasztottunk. Ez megint egy elég különleges szemléletet jelent a kvantuminformatikában, hiszen nem szoktuk meg a hétköznapi világban, hogy ráállunk a mérlegre, mutat valamit, és abban a pillanatban ugyanéttől kezdve azzá válik a súlyunk, sőt megváltozik még a mérleg is, amire ráálltunk, de a kvantumvilágban befolyásoljuk a mérőeszközt is, és befolyásolódunk saját magunk is. A negyedik posztulátum az összetett rendszerek leírásáról szól. Nem csak egy kvantumbittel dolgozhatunk, hanem több kvantumbittel is, és ez megad egy matematikai műveletet, tenzorszorzásnak hívják egyébként, az összetett rendszereket tudjuk kezelni. Ez így dióhéjban a négy posztulátum, és ezeknek
Azért örülünk, mert például a második posztulátum alapján tudunk mi különböző kvantumkapukat definiálni. Ezeket megadhatjuk mi mátrixok formájában, vagy megadhatjuk azt, hogy mit csinálnak a bittel. Tudunk bitflippet, fázisflippet és még nagyon sok mindent végrehajtani a bitek segítségével, hasonlóan a hagyományos digitális technikához, ott is tudunk elég sok mindent csinálni a bitjeinkkel. Jó, ezeket, hogy az ember megnéz egy-két kvantum algoritmust és aznak a leírását, akkor tele van különböző kapujelzésekkel. Ezek egyszerű unitér transformációk, vagy néha bonyolultabbak, de akkor is valamilyen mátrixsal meg lehet adni ezeknek a működését. Így néz ki egy hagyományos kvantum háromkör, majd fogok mutatni más jellegű megközelítéseket is. Vannak a kvantumbitjeink, vagy qubitjeink, angolul ugye qubit, van az időnek az iránya, és van egy rendszerünk. Ezek a vezetékek itt valóban vezetékeket jelölnek, mármint egy absztrakt szemléltetés ebben a formában. Itt van az egyik bitunk, a másik bitunk, a harmadik bitunk, bemennek, végzünk rajtuk egy transformációt, végzünk egy nagyobb transformációt, és így tovább. A végén végrehajtunk egy mérést, és megkaptuk onnétól kezdve a klasszikus nulla és klasszikus egyes értékeket. Ezzel a módon működnek a különböző kvantum algoritmusok. Még egy dolog mellett nem szeretnék elmenni, ez pedig az, hogy egy darab kvantumbitünk, meg több darab kvantumbitünk hogyan lehet. Ez nem más, mint a regisztereknek a témaköre. Hagyományosan a klasszikus világhoz itt is beszélhetünk regiszterekről, ezeket kvantumregiszternek nevezzük. És itt van igazából az érdekesség, és az a fogalom, amit elvezet a kvantumpározamossághoz, és ahhoz a hatalmas számítási kapacitáshoz, amit a kvantum megoldások kínálnak. Ha van nekem egy kvantumbitem, az le tudom írni úgy, hogy alszor kett, múl meg bészer kett egy állapotban van, ugye beszéltünk, hogy van ez a szuperpozíció. Ha én fogok kettő kvantumbitet, és abból készítek egy regisztert, akkor az vagy a 0-0-ás állapotban van, vagy a 0-1-es állapotban, vagy az 1-0-ásban, vagy az 1-1-es állapotban. Az érdekessége a kétbites kvantumregiszternek, hogy az az állításom igaz, hogy vagy ebben, vagy abban, vagy a harmadikban, vagy a negyedik állapotban van, de mindegyik állapotban megtalálható valamilyen valószínűséggel. A abszolút érték négyzettel van a 0-0 állapotban, B abszolút érték négyzettel a 0-1-be, C abszolút érték négyzettel 1-0, és így tovább. És persze ez kihagyja a teljes eseménytér, tehát továbbra is igaz, hogy összedom az összes valószínűség amplitúda, akkor egyet fogok kapni, ebből nem tudok kérni. Fogok három kvantumbitet, összeállítottam egy regisztert, ennek még felírtam itt a mintáját. Ezzel ugye van egy 8 állapotú kvantumregiszterem 3 kvantumbitből, amely egyszerre van ebben a 8 állapotban. Ha végrehajtok rajtuk egy műveletet, egy kapu segítségével, akkor egyszerre hajtom végre mind a 8 állapoton a műveletet, mondjuk a szorzást. Nem kell egyenként kiolvasnom a regiszterek egyes regiszterértékeket, hanem egyszerre tudom végrehajtani a mögötte lévő értékeket. Ha fogok mondjuk 500 kvantumbitet, és a regisztert építek belőle, akkor 2 az 500-adikon állapotot tudok egyszerre tárolni, és vele egyszerre tudok műveleteket végrehajtani. Ez a kvantumpározamosság, aminek egy sematikus felépítése az így néz ki. Elindulunk egy regiszterből, amiben 0-0 értékeket adunk rá. N-bites regiszter, tehát N-bitből áll, és telerakjuk nullákkal. Nagyon könnyen elő tudunk nulla értéket állítani. Alkalmazunk rajta nyitott Hadamard transformációt, ami nem más csinál, mint előállítja az összes lehetséges állapotot, ami mondjuk egy 3-bites regiszterbe előfordulhat. Az Hadamard transformáció állítja elő ebben az esetben a 3-bitből ezt a 8 értéket. Jó, egy darab transformáció elállította a 8 értéket. Hogyha utána én alkalmazok egy függvényt, akkor képes vagyok arra, hogy ennek a függvénynek egy sima egyszerű F-függvényt hajtunk végre, egy bemenetre ad egy kimenetet, ennyit csinál ez a függvény. Képes vagyok arra, hogy a függvényre ráadjam egyszerre az összes lehetséges bemenetet, hiszen itt fönt ez a rendelkezésre áll ezen a vezetéken, és alul kiadja a függvénynek az értékét, vagy még valamit hozzá, ad itt ebben az esetben Y moduló FX értéket, az Y az, ami az alsó vezetéken szerepelt, ha nulla szerepel az alsó vezetéken, akkor egyszerűen itt az FX érték jelenik meg, fölül pedig kiadja a hozzátartozó X értékeket, amelyek voltak.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a hadamard transformáció a csupa nulla értékből előállított számomra egy olyan kvantumregiszter, ahol az összes állapot szerepel, ugye itt N-1 állapot, hogyha azt mondom, ez a nagy N, az N más, mint 2 a kis N neviken, az összes lehetséges állapot szerepel, és mindegyiknek egyforma a valószínűsége. A hadamard transformáció ennyit csinál, az összes lehetséges állapotot előállítja számunkra, de mindegyiknek egyforma a valószínűsége. Ez azt jelenti, hogyha hiába készítettem el én egy isteni függvényt, és megkaptam az összes lehetséges bemenetet, a kvantumvilágban ott van az összes lehetséges bemenet, T-érték, ami csak létezik, az összes lehetséges kimeneti érték is, ha végrehajtottam a függvényt, ami csak létezik, de sajnos ezeknek fránya módon egyforma a valószínűsége. Ha végrehajtok egy mérést, ugye akkor az történik, hogy valamelyik esemény, vagy valamelyik állapot kiválasztásra kerül. Hogyha egyforma valószínűség, akkor teljesen véletlenszerű módon fogom ezt kiválasztani, és akkor örülünk, mert feltaláltuk a véletlenszámgenerátor, Isten ilyen működik, a kvantum véletlenszámgenerátor, de nem örülünk, mert nem kaptuk vissza a függvénynek egyik eredményét sem. Az összes kvantum algoritmus, beleértve a sor algoritmust is, amit faktorizációra tudunk használni, az csak és kizárólag azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet a keresett értékeknek megnövelni az amplitúdóját, lehetőleg minél magasabbra, lehetőleg egy értékbe, vagy majdnem egy értékbe, az összes többi lecsökken nullára, tehát ami minket érdekel, annak magasabb lesz a valószínűségi amplitúdója. Ha végrehajtunk egy mérést a kvantum számítógépünkön, akkor visszakapjuk az általunk keresett eredményt. Az előző ábrán, itt a felső vezetéken még N bit volt, az alsón pedig 1 bit, de ezt tudjuk általánosítani, arról is tetszőleges mennyiségű bitet ráadhatunk, és innentől kezdve már ténylegesen N bites függvényekkel dolgozhatunk. Csak azért, hogy illusztráljam így röviden, hogy mire tudjuk felhasználni a kvantum párhuzamosságot, van egy Dalcsi-Józsa nevű algoritmus, ami úgy működik, hogy van egy függvényünk, a függvénynek N hosszúságú bemenetei vannak, 0 és 1-es értékből, és ennek hatására a függvényünk visszaad vagy egy 0 vagy egy 1-es számot, és ez a függvény úgy működik, hogy vagy mindig nullát, vagy mindig egyet válaszol, tehát csupa nulla sorozat, csupa nulla vagy csupa egyes értékeket dob ki válaszként, vagy pedig, de ez a konstans, vagy pedig kiegyensúlyozott esetek felében nullát válaszol, esetek másik felébe pedig egyes értéket válaszol számunkra. Tehát ráadunk erre mondjuk egy 0-0-0 értéket, kidob a függvény egy 0 értéket, ráadunk egy 0-0-1-et, kidob a függvény megint egy 0 értéket, mind a 8 értéket ráadjuk, és mindegyikre 0-át adott, akkor ez egy konstans típusú függvény volt. Persze, hogyha mindegyikre 1-et ad, akkor is konstans típusú függvény volt. A kiegyensúlyozott még azt jelenti, hogy véletlenszerűen vagy 0 vagy 1-et értéket ad, de 0-át és 4-1-et kapunk vissza. Klasszikusan ugye N per 2 plusz 1 lépés szükséges, vagy kérdés szükséges ahhoz, hogy eldöntsük, hogy milyen típusú függvényről van szó, vagyis meg kell néznünk N plusz 1 bemenetre, hogy mit kapunk eredményül, hogy kiderüljön, hogy konstans vagy pedig kiegyensúlyozott. Kvantumosan elég egyetlen egy lépést végrehajtani, ráadjuk erre, mert ezt az árunkat megvalósítjuk, ráadjuk a csupa nulla bemenetet, hadamard transformációra állítjuk az összes lehetséges értéket, de betesszük az F függvényt, még nem tudjuk, hogy hogyan működik. A végén alkalmazunk még egy hadamard transformációt, végrehajtunk a mérést, mérőműszerünk mutat egy számot, és tudjuk, hogy ha az nullát mutat, akkor mondjuk konstansról van szó, hogyha egyet mutat, akkor neki egyensúlyozatról van szó, mert így állítottuk be mondjuk a mérésünket. Ahelyett, hogy N per 2 plusz 1 lépést végrehajtanánk. Ez tehát a kvantum párhuzamosság, amelyet fel tudunk használni nagyon sok algoritmusban, és ez az a jelentős sebességnövekedés, vagy emiatt tudjuk elérni azt a jelentős sebességnövekedést, amiről lehet olvasni a különböző cikkekbe, hogy hú, a kvantum számítógép segítségével majd nagyon hatékonyan tudunk mindent végrehajtani. Azért, mert az összes lehetséges bemenetet előállítjuk az adott problémára, utána csinálunk valamit, itt ez az erősítés ebben az esetben, és a végén végrehajtunk egy mérést. Azok a kutatók, akik kitaláltak itt egy belső elrendezést, egy erősítést, ők beírták magukat a történelemkönyvbe, mert elneveztek róluk mondjuk egy sor algoritmust, vagy egy Grover algoritmust, vagy még nagyon sok minden más algoritmust, ami megszületett. Jó, ez tehát a kvantum
párhuzamosan. Vannak olyan érdekességek még a kvantuminformatikában, mint az összefonódás, angolul entanglement. Erről most csak egy pár szót szeretnék szólni, és az előadásom többi részében nem fogok ezzel foglalkozni, de lehet hallani azt, hogy amikor a kvantum számítógépekről van szó, hogy valami tényleg kvantum számítógépe vagy sem, akkor azt szokták kérdezni a kutatók, hogy oké, de az összefonódást tudja kezelni vagy sem, ha nem tudja, akkor az nem kvantum számítógép. Szoktak felkiáltani. Jó, tehát az összefonódás az nem más, mint egy olyan különleges pár, ami ebből az esetben két bitből álló kvantumregiszterből csak két tag maradt meg, valami, mert hogy csak két tag maradt meg, és ezeknél a két tagnál azt lehet látni, hogy ezek vagy a 0-0 állapotban vannak, vagy az 1-1 állapotban találhatóak. Ezt a két kvantumbites dolgot úgy kell elképzelni, hogy itt van a két bitem, hogy ez az egyik bit, ez a másik bit, és ha ránézek erre rendszer szinten, és megkérdezem az egyik bittől, hogy mennyi az értéke, és ő azt mondja, hogy az én értékem az 1, abban a pillanatban a másik bitnek nincsen más lehetősége, mint azt mondani, hogy neki is az 1 az értéke, hiszen más állapotom itt nincsen ebben a rendszerben. Az összefonódásnak tehát az a lényege, mondjuk informatikai szemmel, hogyha van egy összefonódott párom, és az egyik tagján végrehajtok egy mérést, abban a pillanatban tudom, hogy a másik tagnak mi az értéke. Nagyon jó, meg semmi is. Nem? A másik bitnek bebillen az értéke, de abban a pillanatban az még létezik. Csak onnétól kezdve az, mint quantum bit megszűnik, és onnétől kezdve egy klasszikus értéke van számomra. Én még nem tudom viszont, hogy megtörtént rajta a mérés, én még azt hiszem, hogy ez egy quantum bit, de ha végrehajtok egy mérés, és egyes értéket kaptam, akkor itt már egy egyes érték van mindenképpen. Tehát ebből a formában megszűnt a quantum bit. Igen, de akkor az már csak egy egyes értéket jelent. Ez abból a szempontból is egy nagyon jó kérdés, hogy nagyon könnyen elő tudunk állítani nullákat meg egyeseket, ezért a klasszikus nullát és a kvantum nullát azt egy az egyben meg szoktuk feleltetni egymásnak. A fizikusok nagyon csúnyán néznek rám mindig, de mérnöki módon ezt a megfeleltetést megtesszük. Persze fizikai szemmel ez a megfeleltetés, ez Nobel-díjakat ér, amikor az ember meg tudja csinálni, előállítani azt, hogy hogyan lehet a kvantumbitet fizikailag előállítani, és mi a nulla, és mi az egyes érték. De mérnökileg nézve, ha van egy klasszikus nullánk, abból tudunk már kvantum nullát csinálni. És utána rá tudjuk adni továbbra is az áramkörünkre. De ebből az esetben onnéttól kezdve egy sima kvantum egyesünk van, egy olyan bitünk, ami egy valószínűséggel egyes értéket ad majd, hogyha megmértük. Tehát 0x2, 0 meg 1x2 az értéke. Az összefonódás, erről beszéltem az előbb, az egyik bitet megmértem és 0 az érték, abban a pillanatban tudom, hogy a másik bitemnek is mi az értéke, de billen. Ez a távolságtól függetlenül működik. Készítettem egy összefonódott párt, most itt megosztozunk, én jövő héten visszamegyek Sopronba, vagy elmegyek Sopronba vizsgáztatni, és ott Sopronba hajtom végre a mérést, abban a pillanatban itt bebillen a hozzátartozó pár. Itt még mondhatják azt az emberek, hogy oké, de Sopron az nincsen messze Budapestről, benevezek egy űrhajós programba, és a Mars vándor elmegyek a Marsra, és ott hajtom végre a mérést, abban a pillanatban bebillen itt a Földön lévő párja, pedig a fénynek nem volt ideje arra, hogy átmenjen. Ez amit igazából Einstein zavart 1935-ben, és ezért született meg egy gondolatkísérlet, de később elvégezték egy fizikai kísérletet, és igazolták, hogy ez a valóságban is működik, az összefonódás az egy létező jelenség. Van egy összefonódott párunk, elviszük bármilyen messze egymásról, utána már, ha én bebillentem, bebillen a másik oldala is. Ami ennek a nehézsége, és ami miatt nem ugrálunk már 20 éve, hogy tudunk kommunikálni bárkivel, az, hogy ez egy quantum bit, ami A2-0-0, meg D2-1-1 állapotban van ebben az esetben. Az igazi összefonódott pároknál ott 1/2, 1/2 ez az érték, ugye abszolút érték négyzet, tehát 1/2, 1/2, valószínűséggel mérek 0-át vagy 1-et, vagyis teljesen véletlenszerű módon derül ki, hogy 0-át vagy pedig 1-et mérek, nem tudom befolyásolni. Nem vagyok képes arra, hogy értelmes módon átküldjek biteket, véletlenszerű zajt tudok küldeni, ez egyébként nagyon hasznos lehet különböző alkalmazásokhoz, de az, hogy én átküldjek egy megadott sorozatot, amit odaad a főnököm, hogy ezt kell átküldeni, erre nem tudom használni az összefonódást.
Arra persze igen, hogy ha nullát mértünk, akkor sörözünk, ha egyet, akkor borozunk, de egyéb jellegű módon nem tudok átvenni információt. Jó, tehát amire nagyon jó ez az egész kvantuminformatika, hogy tudunk különböző algoritmusokat és protokollokat előállítani, teleportálni információt, szupersűrű módon kommunikálni, két bit információt átvinni egy hálózaton egy bitnyi információval, kvantum párhuzamosságnak voltak a különböző algoritmusai. Tudunk adatbázisban keresni, primtényezőkre bontani, és még elég sok mindent csinálni. A szakmai közönségnek, akivel ma este itt egy asztal körül ülhetek, ezért elárulnám a hátrányát is mindennek. Az egyik az, hogy nincsen másolás. Van nekem egy kvantumbitem, ami nem ebben a nulla vagy az egy állapotban van, tehát nem a bázis állapot, csak a nulla vagy csak az egyes érték, hanem ez a szuperponált állapot, azt én nem tudom lemásolni. Nem tudok róla egy tökéletes másolatot készíteni. Előállítunk itt most egy iszonyú jól kinéző kvantumbitet, az csak itt létezik, nem tudjuk lemásolni, és nem tudjuk szétosztani az embereknek, hogy vigyék haza. Egy dolgot tudunk csinálni, végrehajtunk egy mérést, hogy mindenki hazamegy egy nullás vagy egyes értékkel, de nem a kvantumbittel, amit készítettünk. Ez az egyik probléma. A másik az a dekoherencia, ami nem más, mint a környezettel való összefonódás. Ha van egy kvantumbitem, akkor ő nagyon hajlamos arra, hogy interakcióba lépjen mindennel, ami csak hasonló hozzá, mint kvantumbit. Ha egy fotonom van, akkor hogy ő, mint foton, kapcsolatba lépjen a környezettel, mint a környezetben lévő fotonokkal, és abban a pillanatban már megszűnik az a kvantumbit lenni, amiről én azt hittem, hogy az adott kvantumbitként létezik. Ez különösen az összefonódásnál igaz. Most előállítanánk itt egy összefonódott párt, és ezen megosztoznánk, és itt hagynám én a párnak az egyik tagját, a másikat elvinném magammal, és utána, amikor itt ez a rendezvény véget ért, és már mindenki elment, valaki visszaosonna, és titokban hozzáfonódna ő is az itt hagyott párhoz, abban a pillanatban mind a három érték megváltozna, és már egy egészen más értékünk lenne, mint amiben én hiszem, hogy vagyunk, meg akiben többiek hiszik, hogy van a rendszer. Ezért olyan megoldásokat szeretnénk készíteni, ahol minél inkább zártá tudjuk tenni a rendszert. Addig igazak a kvantummechanika postulátumai, ameddig egy zárt rendszerről van szó. A környezet az már egy nyitott rá, teheti a rendszer, és problémákhoz vezet. Ezért azzal foglalkoznak a fizikusok és a mérnökök, hogy olyan rendszereket alakítsunk, vagy nagyon alacsony hőmérsékleten, vagy nagyon erős mágneses környezetben, amelyek zártá teszik a rendszert. Persze a másik oldala az, hogy ha van én nekem egy fotonom, és én azt tökéletesen elszigeteltem a környezettől, akkor hogyan veszem rá szegény fotont, hogy a másik fotonnal alkosson egy kvantumregisztert, és végrehajtsak valami műveletet. Tehát a másik probléma, amivel küzdenek jelen pillanat a kutatók, hogy rávegyék a kvantumbiteket, hogy azért egymással léphenek reakcióba, kölcsönhatásba, tudjunk végrehajtani transformációkat. Ez az a két dolog, ami befolyásolja a kvantum informatikának a világát, és ezt szeretnék megmutatni mindenkit, akinek még kérdőjelek maradtak a rövid vezető után, hogy még a kvantum fizikusok sem értik mindig a kvantum elméletet. Ennyi bevezető után szeretnék kicsit beszélni a kvantum számítógépeknek a világáról, és továbbra is az a kérésem, hogyha valamit túlmagyaráznék, akkor ugorhatunk, vagy ha már unalmas, akkor szintén, vagy ha valami nem érthető, akkor szívesen megállok. A kvantum számítógépekre azt mondják, hogy ez egy BQP problémaosztályba tartoznak, ezek a bounded error kvantum polinomial time-ba tartoznak. Itt vannak az MP problémák, a P problémák, az MP teljes problémák, és ne foglalkozunk azzal, hogy P egyenlő MP vagy sem, tehát ezt az ábról nem ezt feltételezi. És azok a problémák, amelyeket a kvantum számítógép valószínűleg meg tud oldani, az ebbe a metszetbe találhatóak. Ez azt jelenti, hogy amit polinomiális időben meg tudunk oldani, azokat a kvantum számítógéppel semmilyen meg tudunk oldani, de az MP teljes problémákat, azokat valószínűleg nem tudjuk a kvantum számítógéppel hatékonyabban megoldani, mint mondjuk a klasszikus számítógép segítségével. Mi lehet a kvantumbit? Bármilyen olyan rendszer, aminek van két jól megkülönböztethető kvantum állapota, egy foton polarizációs állapota. Jelen pillanatban, amikor mondjuk kvantuminformatikáról beszélünk, és ezt tágan értelmezzük,
akkor foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel fizikusok, a megvalósítással, a mérnökök szintén a megvalósítással, mások algoritmusok tervezésével, és matematikusok pedig különböző információelméleti, illetve algoritmus bonyolultsági kérdésköröknek a vizsgálatával. Ez azért is van szaggatva jelölve, mert nem tudjuk, hogy ez pontosan így van-e vagy sem. Én olvastam pár cikket, ami alátámasztja ezt az elméletet, és voltak jó páran, akik ebben vagy azt mondták, hogy ez kb. Ebben a térben lehet bent. Nem tudom megmondani, hogy ez ebben a formában helytálló lesz-e vagy sem. Kilóg a K-Space problémában, tudunk olyan algoritmus, ami abban a megoldást tud szolgálni, és ezért tudjuk ezt kiterjeszteni arra, de valójában nem tudjuk, hogy hol van a tárgyal. Én nem tudok ilyen algoritmusról, amit így sikerült kiterjeszteni, de elképzelhetőnek tartom, hogy mit találtok is van. Jó, tehát egy kvantumbitnek meg tudunk feleltetni egy foton polarizációs állapotát, a foton azt tud vízszintesen pörögni, meg függőlegesen pörögni, miközben halad, mert ez nem a szakszó, úgyhogy a fizikusoktól elnézést kérek, nem mondjuk így tudjuk elképzelni, meg persze bárhogyan is tud, az elektron spin-fel-spin-re állapotát, de még ezt NMR módszerekkel is el tudjuk képzelni, atommagon belül is meg tudjuk valósítani, és nagyon sok olyan terület van, ahol kvantumbitet tudunk készíteni. A jelenlegi rendszerek, amik nem a fotonon alapulnak, azokról fogok rögtön mutatni egy-két példát. Most, hogy az előadásra készül, utána néztem egy-két számnak, eddig 39 perc volt az az időtartam, ameddig sikerült egy fizikai kvantumbitet megtartani szobahőmérsékleten. Tehát ennyi ideig létezett. Ugye amikor a lézerrel kommunikálunk, tehát fényelekkel, akkor elég csak az adóvevő oldal közti ideig élni a kvantumbitnek. Tudunk kvantum számítógépet készíteni kémcsőbe. Ez a kép 2002-ben készült az IBM kutató, mint IBM egyik kutató intézetébe. Mert tudunk készíteni kvantum számítógépet különböző optikai elemekből, akkor ugye a fotonokat használjuk fel, és akár még elektroncsapdák, vagy elektron sugárral vezérelt ioncsapdákból is tudunk készíteni kvantum számítógépet, ez látható ezen a képen. És hát a D-Wave-nek a képe volt fent a rendezvény Facebook oldalán, ők egy kanadai cég és fluxus kvantumokon alapuló rendszert készítettek. Ez nem egy univerzális kvantum számítógép, hanem alkalmas különböző problémáknak a megoldására, mint egy cél hardware, mint egy FPGA kártya, amit elkészítettünk, valamire is arra működik, más megoldásokra nem működik. Ezért sokan azt mondják, hogy ez nem igazi kvantum számítógép, és akkor még azt is vitatják, hogy mennyire működik kvantumosan a belseje vagy sem, mert hogy a kérdésre az összefonódást tudják kezelni a rendszer lassan. Ugye 2011-ben 128 kvantumbitet állítottak elő, 2013-ből 112 kvantumbites gépet adtak át, ez a D-Wave 2 gép. A maga a D-Wave 2, ez a Google, a NASA és még egy amerikai egyetemeket tartalmazó egyesület, mert mondjuk így a közös használatában van. A D-Wave 1-t pedig a Lockheed Martin vette meg, ugye akik többek között katonai fejlesztéseket is folytatnak. Így néz ki a D-Wave 2-nak a belseje, ez a kvantumprocesszor, amit egy hatalmas hűtőkamrában helyeznek el. Ennek a hűtőkamrának a méretei, a teljes méret, itt csak egy belsejét látjuk, az 10 négyzetméter, és ennek a belsejében van bent a kvantum áramkör. Erről hoztam egy nagyon rövid kis videót is, ami így kering a neten. Nem, majd kommentálunk, köszönöm. Hogy pontosan mi is található a chipnek a belsőjében, a videó kellene hozzá. Itt láthatjuk egy nagyon gyors vázatát, az, hogy hogyan néz ki ez a chip, és rögtön mindezt megnézzük részletesebben is, és akkor fogunk kommentálni, hogy mi is van ennek a résznek, vagy ennek a rendszernek a belsejébe.
és mindez a YouTube-on elérhető. Tehát van egy Quantum Bitünk, amit ők egy úgynevezett Joseph von Junction segítségével valósítottak meg. Ami az érdekessége a rendszerüknek, hogy mindegyik Quantum Bitnek, amit elkészítettek, egyformának kell lennie. Az, hogy tudják stabilizálni a Quantum Biteket, ahhoz mágneses mezőt használnak fel a rendszernek a belsejére. Ez volt itt a Quantum Bitünk. Utána van egy olyan része, ami lehetővé teszi azt, hogy programozható váljon ez a Quantum Bit, a végén pedig kiolvassuk az egy darab Quantum Bitünknek az értékét. Ez egy Quantum Bit, ebből elhelyeztek sokat, egy részen elhelyeztek köztük különböző belső csatolókat, illetve külső csatolókat, ebből építve fel egy cellát, utána elhelyeztek egy cellából több cellát egymás mellé, és elkészült, ez még a 128 bites verzió volt, elkészült a 128 Quantum Bit beálló verzió. Az egyik problémája a D-Wave számítógépnek, hogy nem lehet látni, hogy ez mennyire skálázható-e vagy sem. Azt, hogy meg tudták csinálni 128-ra, és meg tudták csinálni 512 Quantum Bitre, ez nem jelenti azt, hogy meg tudják csinálni 1024 Quantum Bitre, hogy el tudják készíteni 1024 Quantum Bitre magát a rendszert. A másik, nem biztos, hogy probléma, csak az, hogy a másik érdekesség, hogy ez nem úgy működik, mint egy univerzális Quantum számítógép, aminek így felvillantottam az előbb még az előadásnak az első részén az ábráját, hanem mivel optimalizálási problémára készítették el, ezért elég érdekes elven működik. Ugye amikor van nekünk egy problémánk és szeretnénk megoldani, akkor ezt el tudjuk képzelni úgy, hogy szeretnénk bejárni egy olyan vidéket, amin vannak különböző csúcsok és völgyek, és minket az érdekel, hogy megtaláljuk az optimális megoldást, amelyik valamelyik völgyben található meg. Ugye klasszikusan az történik, hogy elindulunk, és hogyha egy ilyen lehűléses megoldást alkalmazunk, akkor elkezdünk járni, eljutunk valami völgybe, ahhoz nem az abszolút minimum, ahol vagyunk, akkor megpróbáljunk valamilyen módon visszalépni, vagy átugrani és tovább lépni, és keresni azt, hogy az adott lokális minimumból eljussunk a rendszernek az abszolút minimumába. A D-Wave-nek a kvantum megoldása az máshogy működik. Szuperpozícióval dolgozunk. Az összes lehetséges völgyben ott van a Quantum Bitünk, és utána a rendszer, az összes lehetséges helyen ott van a Quantum Bitünk, és akkor utána a rendszer állapota így elkezd vándorolni afelé a völgy felé, ami az optimális megoldást tartalmazza, ami az alagút effektus révén történik meg mindez. Hogy ez működjön, ahhoz 20 millikelvinre kell lehűteni a rendszert, azért ilyen nagyon nagy, mert ugye meg kell közelíteni majdnem a 273 Kelvin fokot, tehát 20 millikelvinen működik a megoldásunk, és egyébként ilyen, jól emlékszem, ilyen 20-30 Kelvin között van egyébként az üzemi hőmérséklet, onnét elindul a rendszer, és akkor a végén majd lehűl 20 millikelvinre, és akkor kikötte a megoldás, végrehajthatjuk a mérést. Ez is egy megoldás, amivel lehet dolgozni, ezért adiabatikus számítógépnek nevezzük ezt a rendszert. Itt gyorsan, ahogy a videó átsuhant, vannak a Quantum Bitjeink, 0-1 értékbe lehetnek, a csatolók azt teszik lehetővé, hogy a Quantum Bitek azok valamilyen módon szinkronban legyenek egymással, és ezt tudjuk vezérelni egy programozható áramkör segítségével. Szóval ez jelen pillanatban a szakma szerint egy olyan gép, aminek a segítségével kvantum módon tudunk megoldani különböző problémákat, de hogyha bárki használítja az IBM sakkozógépe, az a világ legokosabb számítógépe, ami univerzálisan mindenre képes, ez nem biztos, hogy egy igaz állítás, ehhez hasonlóan kezeljük szkeptikusan a D-Wave-nek a megoldását, hogy többen úgy vagyunk, hogy még várunk az alagút effektusra ahhoz, hogy ténylegesen működjön a rendszer, de a D-Wave árulja ezt a terméket, és hozzá lehet jutni. Jó, a következő blokkban szeretnék egy kicsit a sor algoritmusról beszélni. Hogyha ezt így fancy módon közelítenénk meg, akkor az RSA-nak van olyan törési módja, mint hogy van olyan kulcs, mint hogy az RSA-val törnénk fel, akkor az mondjuk 152.000 évig tartana. A sor algoritmus segítségével egy másodpercre csökken ez a törési idő. Tehát jóval hatékonyabban tudunk vele dolgozni. Általában, amikor egy ismeretterjesztő előadást tartok, vagy egy népszerűsítő előadást, akkor ennyit szoktam elmondani
az LSR-ról, de most akkor egy kicsit jobban szeretnék belemenni, vagy nem az LSR, nem a sorról, jobban szeretnék belemenni, de megint nem szeretnék mutatni senkit sem a nagyon mély részletekkel, és pláne így ebben a fél homályban nem látom azt, hogy mikor alszik el a társaságnak egy része. Ezt megszoktam azt, hogy a hallgatóban látom a szemét az órámon. Jó, jó. Tehát, hogyha valami olyasmi van, hogy ez túl van magyarázva, akkor csak jelezzétek. Jó, tehát a sor algoritmus az nem egy olyan faktorizációs megoldás, ami mondjuk hagyományos brute force jellegű megoldás követ, hanem átfogalmazhatjuk ezt a megoldást egy függvényperiódusának a meghatározására. Maga a függvényperiódus meghatározás is egy nehéz feladat a klasszikus rendszerben, azonban kvantum módon a soralgoritmus segítségével lehet erre megoldást találni. A soralgoritmusnak az az előnye, hogy amíg mondjuk egy prim faktorizáció az exponenciális a bemenet, tehát a bitszám függvényébe, addig a kvantumos rendszerekben ez csak egy négyzetes növekvény igényel, n az a biteknek a száma, amivel dolgoztam, akkor lehet látni, hogy itt egy logaritmusos skálát kapunk meg. Hogyan működik ez a rendkeresés? Vegyünk két pozitív egész számot, x-et és n-t, tudjuk, hogy az x kisebb, mint a nagy n, ezek relatív prímek egymáshoz képest, és azt mondjuk, hogy az x multiplikatív rendje, moduló n környezetben dolgozva, az n más, mint az a legkisebb szám, amire az x-et emelve egyet fogunk kapni modulóan. Jó, ez tehát a rend, a BM-én, azt hiszem ez a BS2-ben szerepeltet még eléggé az alapozó részekben tanultuk még, hogy ten algoritmus elméletben, hogy ugyanis kell elképzelni a rendnek a működését. Ami érdekes, hogy a rend a szoros kapcsolatban van a függvénynek a periodicitásával, olyan módon, hogy van nekem egy függvényem, egy fz, ami az xz-t adja vissza, x az egyedik értéken modulóan-be dolgozva, akkor, hogyha én ez az éhez hozzáadom a függvénynek a rendjét, akkor ugyanazt az értéket fogom megkapni. Itt van egy függvényem, amire ráadok ugye moduló n-be dolgozva, aminek egyszerűen limitált az, hogy mi lehet a kimenete, akkor, hogyha pont a rend értékével növelem meg a bemeneti értéket, akkor ugyanazt az értéket kapom vissza. Ezt használjuk fel a rendkereséson alapuló faktorizációnál. Induljunk ki egy számból, egy ismeretlen szám, ez az a érték, ezt szeretnénk felbontani, hogyha ez egy páros szám, akkor elkezdjük kettővel osztani egészen addig, míg el nem jutunk egy páratlan számig. Ezt jelöljük el B1-jel. Utána véletlenszerűen választunk egy X1 számot, és azt mondjuk, hogy ennek a véletlenszerűen választott X1-nek legyen a legnagyobb közös osztója a B1-jel, a nagy B1-jel egy kis B1 szám. Itt most maga a jelölés nem annyira fontos, inkább csak a gondolatmeneten szeretnék átmenni. És hogyha ez a B1, ez nem relatív prim, X1 B1-jel, akkor ezzel osztjuk el a B1-et, mert akkor még tovább tudom bontani ezt a B értéket, mert találtam egy olyan számot, ami még osztja, tehát még tovább tudok menni. És ezt egészen addig végzem el N lépéssel, amíg el nem jutottam az egyik. Ezzel a módszerrel én meg tudom határozni a moduló N értéket, és meg fogom kapni, hogy mi az a nagy N érték, ami ebben a rendszerben a moduló N értéke. Tehát, hogy a függvénynek, aminek keresem a rendjét, vagy felhasználom a rendjét, mi a moduló N érték. Tételezzük fel, hogy ez a rend, amit találtunk, az páros. Meg lehet mutatni, hogy mit kell csinálni akkor, hogyha páratlan, csak egyszerű feltételezni, hogy ez egy páros érték, mit kaptunk. És azt tudjuk, hogy az Y moduló N-nek az értéke az egy lesz, hogyha felemeljük ugye erre a rendre. Ebből kiindulok, és hatodik átalakítás után, elnézést, itt ez nulla kell, hogy kapjunk, egy kis matematikai átalakítás után, itt egy volt, levonunk egyet mindkét oldalból, itt egy nulla értéket kell, hogy kapjunk, nem az egyes érték, ami ott szerepel, mert helyesen szerepel, ha felbontom az y négyzet minusz egyet, y minusz egy, y plusz egy módon az nulla értéket kell, hogy adjon, ebből az egyenletből indultunk ki. Ha mindezt tovább megyünk, és még kicsit átalakítjuk, becsempészfélyt a moduló végzés, és ez b plusz 1-jel, b minusz 1-jel jelölve, akkor kaptunk egy olyan egyenletet, ami így néz ki, ezt szeretnénk megoldani. Van egy egyenletünk, vannak benne különböző értékek, kiptak, és ennek tudjuk, hogy nulla az értéke. Ez csak háromféle módon lehetséges. Az egyik lehetséges,
múlt, hogyha ez az érték nulla, ez a tag, másik lehetséges érték, hogy ez a tag nulla, vagy pedig a harmadik lehetőség, hogy a két tag szorzata az K-szor N-nel egyezik meg, hiszen moduló N ekkor is nullát fogunk kapni. Ezek a C meg a C minusz 1 értékek, ezek fölött az előbb átcsiklattam, ezek legnagyobb közös osztói a választott B számnak, meg a nagy N-nek. Ez egy olyan szám, ami a legnagyobb közös osztója a választott B-nek és az N-nek. Ha én megtalálom ezt a C plusz 1-et és C minusz 1-et, akkor megvan két faktora az N-nek, hiszen találtam a legnagyobb közös osztót, ami biztos, hogy osztja az N értéket is. Jó, és ebben a harmadik esetben, ugye az első kettő az egy triviális megoldás, a harmadik esetben, akkor az egyik sem osztója igazából az N-nek, de a szorzatra igaz, hogy K-szor-N meg fogunk kapni, akkor a definiált matematikai összefüggések miatt a C-1, C plusz 1 az, ami a közös osztója ezzel a nagy N-nel. Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben én megkaptam az N-nek két faktorát, ennek az N-értéknek a két faktorát. Ha nem teljesül ezre az X-re, amit választottam, ez a feltétel, hogy a megkapott értékek azok 0 és 1 érték között találhatóak, akkor egy új X-et választok, és így még több printtényezőt tudok meghatározni. Ez a klasszikus matematikai háttér. A slájdokat utána majd mondom, meg tudjuk osztani a Kryptonet honlapján. Elhelyeztem egy linket is, ahol részletesen le van ez, ennél részletesebben is írva. Azt kérem a társaságtól, most azt fogadja el, hogy ha én képes vagyok arra, hogy egy függvénynek megtalálom a rendjét, akkor utána már az itt nagyon röviden ismertetett módon képes vagyok arra, hogy meghatározzam az ennek a különböző faktorait, vagyis fel tudjam mondani az ennek az értékeit. Az a kérdés már csak, hogy ezt az R értéket, ezt a rendet hogyan határozzuk meg, és ez adott egy választ Peter Shor 1994-ben a Shor algoritmusával. Maga az algoritmus az három egyszerű lépéssel működik. Számoljuk ki az összes lehetséges x kádikon értéket, moduló n, ami létezik. Ezeket tároljuk el. Minket az az érték érdekel, ahol az xk moduló n az meg fog egyezni egyel. Ugye ebben az esetben a k az pont az r-rel a renddel egyezik meg. Akkor ha én tudom, hogy ez mi a k-nak az értéke, akkor visszakaptam a rendet, és onnantól kezdve boldog vagyok. Ezt a kívánt állapotot szeretném erősíteni. Az első lépésben, ez egy kvantum algoritmus, elállítottam az összes lehetséges állapotot, de ezeknek egyforma valószínűsége sajnos. Végrehajtok rajta egy erősítést, erősítem a kívánt állapotot, az összes többiért csökkentem. Tehát végrehajtok egy mérést a rendszeren, és ez nagy valószínűséggel visszaadja azt az R értéket. Nagy valószínűséggel, nem biztosan, mert nem tudom elérni sohasem, hogy a kívánt állapotnak egy legyen az értéke, nem tudom nullázni. Igen, és tánna meg tudom nézni, hogy ez jó megoldás volt-e vagy sem. Így néz ki az ezt megvalósító áramkör. A Hadamard kapuról már beszéltem, itt végzem el a különböző moduló értékeket, az x a 2 nulladikon, x a 2 az egyediken moduló számításokat. Végre tudunk hajtani Fourier transformációt ebbe a rendszerbe, ez hasonló ahhoz, nem kvantum Fourier transformáció, ez hasonló ahhoz, mint a hagyományos Fourier transformáció, azokon az alapokon alszik, ennek az inverzét hajtjuk végre, és utána itt a második regiszteren elvégezve egy mérést elő fog állni a számunkra keresett R-rend. Mondjuk mi a BME-n lévő választható tárnak a második fél évének a második felében szoktunk a Shor algoritmusról részletesen belemenve beszélni, hogy mi történik. Ha ezt megnézzük programkód világ, hogy hogyan is kell mondjuk egy 15-ös értéket faktorizálni, egy osztrák honlapon érhető el ez a minta példa. Különben azokat, amiket elmondtam, azt három szájon keresztül végignézhetjük programkóddal. Van nekünk két regiszterünk, amit használni, vagy ebbe az értékbe, mint a Java szeretnénk beletenni megtalált faktorokat. Vannak különböző mérési értékek, és utána elkezdjük vizsgálni, de lehet látni, hogy hogyha páros az érték, akkor nem foglalkozunk vele. És elkezdjük tesztelni magát a rendszert végrehajtva
az algoritmusunkat végrehajtjuk, hogy hadamard transformációt, végrehajtjuk az előbb mutatott exponenciális emeléseket, végrehajtunk egy Fourier transformációt, végrehajtunk egy mérést, és végül rövteljük a rendhívő regisztereknek a tartalmát, és mindezt még az osztrák kollégák részletesen le is programozták. Az ugyanaz, mint amit az matematikai hátterét megmutatta az erődés, aminek az áramköri rajzát már felvillantottam. Ezt hát egy klasszikus számítógépen hogyan kell a soralgoritmus megvalósítani. Vannak kvantumprogramozási nyelvek, amely segítségével ezt lehet kvantumos módon is implementálni. Ez tehát így nagyon dióhéjba a soralgoritmusnak az elmélete, az áramköri rajza, és mondjuk egy ilyen kis programkódrészlet. Ez pedig a valóság. 15-öt sikerült elérni 2001-ben. 2012-re már 21-ig eljutottak, sőt itt már vannak olyan publikációk, amik már 2008-ban mondták, hogy 21-et sikerült faktorizálni, és 2012-ben bontották fel a 143-ot, tehát meg mondjuk ezt 11x13-mal egyezik meg. Ezek a gyakorlati implementációk a civil kutatásnak az élvonalából. Én személy szerint úgy gondolom, hogy a titkosított kutatás, ha van ilyen, mert biztosan van ilyen, az előrébb tartat a fizikai megvalósításba, de azt én jelen pillanatban nem tudom elképzelni, hogy mi nagyságrenddel előrébb tartanának, tehát hogy nagyon nagy értékeket tudnának visszafejteni vagy faktorizálni, de nagyon sok fizikai probléma van, amelyet meg kell oldani. Ezt a 143-os számot, ezt nem is egyébként a soralgoritmus segítségével, hanem ennek egy módosított verziójával oldották meg és fejtették vissza. De mi lesz akkor, hogyha a sor algoritmus működni fog? Van egy 2004-es összefoglaló a posztkvantum aláírásokat tekintve. Én végigolvasva ezt már megnézve egy-két publikációt, amit az információelmélettel foglalkozó kollégák publikáltak. Van több olyan problémakör, ami nehéznek tűnik a kvantum számítógépek számára, mivel nehéznek mindig klasszikus számítógép számára, és ezeket fel lehet használni akár kódolásra, akár pedig aláírásoknak az elkészítésére. Tehát, hogyha az RSA megtörik a soralgoritmus miatt, mert hogy mégiscsak működni fog az MSI-nél vagy bárhol máshol a gép, akkor is még vannak különböző olyan megoldások, amelyek életképesek lesznek vagy lehetnek. Viszont viszont van egy nagy előnye a kvantum informatikának, és ez az a része, ami miatt nagyon sokan, nagyon sok pénzt ölnek a kapcsolódó kutatásba, mert az egyik dolog, hogy oké, fel tudjuk mi törni a különböző rendszereket. De van egy egészen másik irány, és ez nem a teleportálás, amiről szoktunk így beszélni, vagy a cikkekben lehet olvasni, hogy a teleportálás már hol tart, mert az is elég szépen haladt, 93-ban elmélet, 98-ban sikeres kísérlet, aztán 600 méter, 97 kilométer, egy hónappal később, hogy kínaiak a 97 kilométeren megvalósították fizikailag egy osztrák együttműködésben, a Kanári-szigeteken már 143 kilométerig eljutottunk. De ami ennél sokkal izgalmasabb, az a szimmetrikus kulcsoknak a világa és a kvantum alapú kulcsétosztás. Quantum key distribution, vagyis QKD vagy QKD. 1984-ben publikálták az első olyan protokollt, tehát még jóval Peters volt feltörő algoritmusa előtt. Azt a protokollt, ami úgy teszi lehetővé kulcsoknak a cseréjét, hogy a lehallgatás jelenlétét azt detektálni lehet a kulcsere folyamán. Mondom, ebben a környezetben nem kell ecsetelnem azt, hogy mennyire fontos a kulcserének a folyamata. A szimmetrikus kulcsotitkosítás során ugyanazt a kulcsot használjuk mindkét oldalon. Ha képesek vagyunk arra, hogy a kulcs az ugyanolyan hosszú legyen, mint az üzenetnek a szövege, és a kulcsot mindig véletlenszerűen cseréljük, nem használjuk sohasem kétszer, akkor azt nem tudjuk feltörni, hogy ez a one-time-tabnek a matematikai bizonyított háttere. Ha csak itt nincsen valami megoldás a társaságnak, amivel mégiscsak lehet a one-time-tabet törni. És attól még, hogy vannak nekünk különböző megoldásaink,
Tudom, mindig egy kérdés, hogy hogyan tudunk kulcsot cserélni a rendszerbe. Az egyik ilyen protokoll az a BB84 volt. Ez elméletileg feltörhetetlen. Persze a kérdés, hogy gyakorlati implementációkkal van, azon már elfeküdt a gyakorlati megvalósításában. De pont azért jelentek meg különböző továbbfejlesztett változatai, vagy ennek, vagy pedig egyik protokollnak. Ez Bennett és Bassard 84, ez Bennett 92, egy Eckert nevű ember 91-ben, vagy egy Szára nevű ember 2009-ben. Erről szeretnék még pár szót szólni, mert én úgy gondolom, hogy ez egy szintén egy érdekessége a kvantuminformatikának, és ez jóval hamarabb lesz átültethető a gyakorlatban, mint mondjuk azt, hogy kvantum számítógép segítségével fel tudunk erre sok kulcsot. A BB84 protokoll úgy működik, hogy van a két kommunikáló felünk, Eris és Bob, aki szeretné üzenetet küldeni, és kvantumbiteket küldenek át egy csatornán. Ez egy egyirányú kommunikáció, nem kell oda-vissza kvantumbiteket küldeni. Ennek örülünk, mert az ajos a csatorna, akkor csak egy irányba kell elnyelni a zajt. Erisnek van egy bit, amit szeretne átküldeni. Ezt véletlenszerűen sorsolja, és valóban véletlenszerűen, tehát nem áll véletlen generátorra, hanem valóban véletlenszerűen tudja kisorsolni. És ráadásul Eris fotonokat küld át a rendszeren alapértelmezésben, és azt mondja, hogy ha én tudom a fotonokat úgy küldeni, hogy ha nullás értéket sorsoltam, akkor viszintes fotont küldök, ha egyes értéket sorsoltam, akkor függőleges fotont küldök. Itt nincsenek szuperponált állapotok, tehát vagy így küldöm a fotont, vagy így küldöm a fotont. Ugye az előadásom elejében beszéltem arról, hogy az, hogy mi a nulla és mi az egy, az csak egy megállapodás kérdés a kvantum világban, és Erisnek van egy másik berendezése, 45 fokos szögben elforgatva is tud fotont küldeni. Ha így forgatva küldi, akkor ez a nullás érték, ha így forgatva küldi, akkor ez az egyes érték. No, tehát ezt a négy értéket küldi, ezt bázisoknak hívják, hogy ebbe a bázisba küld, vagy ebbe a bázisba küld, tehát hogy a rendes 90 fokos, vagy 45 fokos szögben elforgatott bázisban meg. Véletlenszerűen választ a két bázis között, hogy éppen melyikbe küldi. És akkor átküldi függőleges, visszintes oldalába, stb. Átmennek ezek a fotonok. A túloldalt ott van Bob. Bobnak fogalma sincs, hogy Eris mit küldött, meg az se, hogy milyen bázisba küldte. Bob egyetlen egy dolgot tud csinálni, véletlenszerűen kisorsol magának bázisokat. Mondjuk itt sorsol magának egy viszintes függőleges bázist. Ha egy viszintes függőleges bázisban hajtok végre mérést, és ebben az esetben nullát az függőlegesen jelöltük, és egy függőleges érték érkezik, én azt egy valószínűséggel meg tudom mérni, hiszen pont rá átmegy a mérő műszeremen, hát abban a pillanatban rátni fogom, és egyértelmű lesz a mérésem. Hogyha én rossz bázist sorsolok, és érkezik egy bitem, van ez 45 fokos szögbe elforgatva, de egy visszintes érkezik, akkor a kvantumbitem állapota mondja meg, hogy mit mérek, 45 fokos szög az pont az 1/2×2×0, meg 1/2×2×1-es állapot, vagyis 1/2 valószínűséggel 0, 1/2 valószínűséggel egyet mérünk, 50%, 50%, teljesen véletlenszerűen fogok megkapni egy értéket. És ez megint nem áll véletlen, hanem ez teljesen véletlen, fizikai nagy véletlen lesz, amit kapok. És így tovább. Jó, tehát valamikor eltaláltam, valamikor nem. Matekból pengék már ki is számolhatták, esetek felében el fogom találni, hogyha azt mondom, hogy ez hogy kétféle bázisból tudok válaszolni, legalábbis nagyon sok bitet küldenek, akkor az esetek felében igaz lesz ez. Utána Eris és Bob egy teljesen publikus, teljesen nyilvános csatornán egyezteti egymással a bázisokat. Ahol a bázisok megegyezett egymással, ott biztos, hogy az a kulcs van náluk, de a bázisok nem egyezett egymással, ott különbözik a kulcs. És onnantól kezdve tudják ezt használni, mint egy szimmetrikus kulcs. Ez a BB84 protokollnak a nagyon alap verziója. A valóságban ahhoz, hogy n bitet tudunk megosztani, 4n plusz delta bit átküldésére van szükségem, mert az, hogy a támadást megakadályozzam, különböző hagyományos klasszikus műveleteket kell végrehajtanom. Egészen pontosan van egy kvantumos művelet is. Nem tudom azt, hogy hogyan tudjuk ezt támadni, csak azért, hogy mindenki lássa az alap gondolatát. Itt van tehát Eris és Bob, sorsoltak, átküldték a jeleket egymásnak, utána még egyeztettek is,
és megegyeztek a bitekbe. Megjelenik egy támadó. A támadó nem tudja lemásolni a kvantumcsatornán átmenő biteket, tehát passzív támadás eltűnt, hiszen nem tud, nem lehetséges a másolása a kvantumvilágban. Ő csak és kizárólag aktív támadást hajtott végre a rendszer ellen, tehát az, hogy ő passzívan hallgatózik, az nem lehetséges. Az aktív támadás az azt jelenti, hogy ő véletlenszerűen kisorsol egy bázis, mint hogyha Bob lenne, és végrehajt ő is egy mérést, és utána tovább küldi a fotont Bobnak. Ugye így a támadó esetek felében találja el megint a kvantum bitát, átküldi Bobnak, Bob megint az esetek felében fogja eltalálni, tehát Alice és Bob egyezése az már nem lesz tökéletes, hanem a bitek 25%-a megint így nagy átlagban különbözni fog. Ilyen meg is jelölte az az árban, hogy ez itt a különbség. Ezért úgy működik a BB84 protokoll, hogy átküldünk 4-en plusz delta bitet a csatornán, ezeknek a fele nagyjából elveszik, mikor Alice és Bob egyezteti egymással a bázisait, hiszen esetek felében Bob rossz bázist sorsolt, már csak 2 bitünk marad, és utána a 2 bitből a biteknek a felét nyilvánosságra hozzák és megbeszélik. Tehát n bit megint elveszik, hiszen az már nyilvánosságra került, és megnézzük, hogy a kiválasztott bitek közül hány egyezik meg. Hogyha az egyezési ráta ez 11-12% felett van, akkor már támadó jelenlétére gyanakodnak. Ha ennél kevesebb, akkor még azt mondjuk, hogy nem volt támadó, egyszerűen a zaj az megjelenhet a kvantum csatornába, és alapból zajos a csatorna. A BB84 protokoll tehát egyfelől biztonságot ad, másfél a támadási lehetőség, hogy a támadó elbújik a csatornának a zajába, és onnantól kezdve már nem tudjuk, hogy most zajos lett a csatornánk, vagy pedig támadó jelenlétét éreztük. Pont ezért jelent meg ennek a különböző továbbfejlesztett verziója, ami még inkább kizárja a támadónak a jelenlétét. Szintén a BB84 folyamán, amikor csak annyi történik, hogy Alice és Bob egy nyilvános csatornán egyezteti a 2 kulcsot, akkor a támadó megint információkhoz juthat a maradék kulcsbiteket tekintve, ezért még különböző klasszikus műveleteket hajtanak végre, tehát nem a 2 kulcsot egyeztetik önmagában, hanem hasheléseket hajtanak végre rajta a megoldáson. És ezért ez az egyszerű protokoll, ez igazából 8-10 lépésből áll a megvalósítását tekintve. Ami miatt egyébként pénzelik ezt a területet, az az, hogy ezt nem csak optikai szálon tudjuk megvalósítani, hanem meg tudjuk valósítani a szabad légkörbe is, tehát a free space környezetbe. Az optikai szálnak van annyi limitációja, hogy ha én ráküldök arra egy lézerjelet, akkor előbb-utóbb nagyon fog csillapodni a beleküldött jel. Ahhoz, hogy én ezen végrehajtsak egy erősítést hagyományosan, hogy azt történik az erősítő, úgy működik megint így csak egy felső szintű megközelítéssel, hogy megérkezik a klasszikus bit, kiolvassam az értéket, viszont az értéket tovább küldöm. Ha én átküldenék egy erősítőn egy kvantumbitet, akkor nem tudom lemásolni, tehát ki kéne olvasnom az értékét és tovább küldenem, de miért kiolvastam, miattól kezdve már megszűnik kvantumbitnek lenni, és 0-es vagy 1-es értéknek tűnik. Tehát az első nagyon ígéretes terület, amire startup céget lehetne alapítani, valaki kitalálja, ez a kvantum repeaterek, kvantum elismétlőknek az elkészítése. Ha ez megvan, akkor tudunk optikai szálon kommunikálni, ha nincs, akkor 100-150 kilométeren túl meghal a kvantum kommunikáció. De szerencsére szabad légkörbe tudjuk alkalmazni, és nagyon sok ország szponzorál űrrel kapcsolatos kutatásokat, hogyan lehet a kvantum kulcsétosztást felhasználni, akár Föld-műhold, akár műhold-műhold között. Mi végeztünk erre számításokat a BME-n. Ez egy 300 kilométeres magasságba keringő műholddal kapcsolatos számítások, szimulációk. 23 kilométeres látótávolságban egy trópikus övön. A transzmitancia, ez nem más, mint a csatornának az elteresztő képessége. Minél magasabb ez a szám, annál boldogabbak vagyunk, mert annál kisebb lesz majd a bithiba arány, amit meg fogunk kapni a rendszer végén. Itt a zenitszög az azt jelenti, hogy a műhold az hány fokos szögben van az antennára, 0, amikor pont felettünk van, és azt lehet látni, hogy a csatornának a transzmitanciája azért viszonylag jó értékeket képvisel,
0,2 méter átmérőjű antennánkkal van, és a másik oldalon, Bob oldalán pedig 0,5 átmérő antenna, vagy 2 méter átmérőjű antennával rendelkezünk. És itt a különböző irányokat vizsgáltuk, mert különbség van az űrföld, meg a földűr irányokban. Tehát ez egy olyan irány lehet, amiben elég sok kutatási pénzt ölhetnek a közeljövőbe. A kvantumkulcsétosztásnál ez annyira már ott van a mindennapokban, hogy alakultak erre különböző cégek. Nem csak a DIVI, ami számítógépeket gyárt, van egy svájci, egy amerikai, meg egy ausztrál cég. Itt egy-két terméket szeretnék csak kiemelni. Nem csak a kvantumkulcsétosztás az, amire használjuk mondjuk az ID Quantiknak az egyéb eszközöknek a termékeit, hanem arra is, hogy véletlen számokat állítsunk elő, és azt fel tudjuk használni utána már hagyományos megoldásokhoz. Tehát az ID Quantiknak van kvantum alapú véletlen szám generátora. A Magic Q nevű cégnek egy hibrid rendszere van, lehet látni, hogy használ kvantumos és klasszikus megoldást, 1000 bit per szekundumos kulcs frissítést ígérnek, vagy tudnak a nyilvános rendszerei 50 km távolságig működik, optikai szálon történik. Én beszéltem ennek a cégnek az egyik alelnökével, és 300.000 dollártól van az induló ára a rendszerükhez, amivel hozzá lehet férni. Ugyanígy vannak különböző egyéb megoldások, lehet látni, hogy akár másodpercenként 100-szor tudunk 250 bites kulcsokat frissíteni. Vannak olyan rendszerek, amelyek arra is képesek, hogy nem csak pont-pont között, hanem összetettebb módon is megvalósítjuk. Az ausztrál cég, ő már 100 kilométerig garantálja azt, hogy működni fog, és ő 10 megabit per szekundumban állítja elő a titkos kulcsokat, tulajdonképpen fel tudunk használni a szimmetrikus kulcsot titkosításhoz. És a másik terület az a véletlen számgenerátor, aminek szintén elég nagy piaca van, legalábbis ezeknél a cégeknél 1 gigabit per szektől 10 gigabit per szekes módon tudunk véletlen számot generálni, és ezek tényleges véletlen számok, mert hogy nem tudjuk még igazából a mérés előtt, hogy mi lesz a mérésnek az eredménye. És ez igazából, amik a véletlen számokat tekintve, vagy a véletleneket tekintve nagyon furcsa. A hagyományos világban a véletlen számot én, ha nagyon ráérnék, akkor ki tudnám számolni. Ha figyelembe vesszük a hőmérsékletet, még egyéb dolgot, akkor is vajon le tudnám írni, hogy éppen az adott pillanatban hogyan nézett ki a világ, akkor ki tudnám számolni, mi lesz az a véletlen szám, amit ki fog dobni a rendszer. A kvantum véletlen szám az tényleg véletlenszerű, a mérés pillanatába dől el az értéke, abban a pillanatban véletlenbe. Persze én befolyásolni tudom, hogy nullás vagy egyes az értéke, de már nem tudok rá hatni abban a szempontból, mint mondjuk, hogy nem tudom kiszámolni előre az értékét. Még ennyit szeretném. Hát igen, ezt ellenérkezni, tehát ha valaki nem akarsz mondani, hogy ebbe a hardware-be quantum random számgenerátorban, hogy tudok arra megbizonyosodni, hogy tényleg azt mondani, melyik nem baj, backdoor-olt, AS, counter módban? Ez egy nagyon jó kérdés, hogy mondjuk ezeknél a cégeknél hogyan lehet megnézni. Egy különböző white paper-öket publikáltak, amiből ugye kiderül, hogy ez a kvantum véletlen szám generátor található a belsejébe. Nem tudom megmondani, hogy hogyan lehetne fizikailag az eszköz szétszedése nélkül ellenőrizni, mert csak azt látom, hogy véletlenül érkeznek ki a bitek belőle. De ezt megfordítom én a kérdést, hogyan tudjuk azt, hogy bárki kvantum számítógépet készített, ráadunk egy problémát, kiad a végén egy 0,1-es értéket, ennyi erővel lehet, hogy csak egy véletlen szám generátor van a belsejében, és semmit nem csinál a kvantum számítógép. Tehát a D-Wave-nél is sokan azért voltak éveken keresztül szkeptikusak, hogy mi is ez, mert nem engedtek senkit csak közel a géphez, és ezek a fotók nem voltak nyilvánosak, és többen azt mondták, hogy biztos csak egy PC-ket, egy nagy doboz belsejében, és kidob valami értéket, és gyorsan számol. Igen, és pont így tesztelték utána a D-Wave-nek a számítógépét. Végeztek különböző összehasonlító elemzéseket, és megnézték azt, hogy mondjuk egy hagyományos számítógép mennyi idő alatt tudja kiszámolni a megoldást, és összehasonlították.
tudom, ami benchmark rendszerből származó példa, és megnézték, hogy a DB rendszere mennyi idő alatt hozta a megoldás, és így erre mondták azt, hogy jóval gyorsabb a DB számítógépe. Mondom, ez még egyszer, az a kvantumgép, az csak bizonyos problémák, optimizációs problémáknak a megoldására szolgál. Úgyhogy ebben a igen, 70 percben, vagy 74-ben, amit beszéltem, ma megpróbáltam egy különböző területet felülelni. Összegyűjtöttem pár linket, ahol magyar kutatásokról lehet oldani, vagy olvasni. Illetve van egy levelező listánk is, ahol különböző kvantuminformatikai híreket osztunk meg egymással. Ha valaki szeretne felkerülni erre és küld nekem egy e-mailt, akkor nagyon szívesen felteszem hétről hétre, vagy néha két-három hét elteltével a különböző érdekes hírek szoktak keringeni a listatagok között. És én ennyit szerettem volna meg a rövid előadásban elmondani, és hát akkor várom a kérdéseket, vagy a beszélgetési pontokat. A kérdés az volt, hogy a D-Wave One meg a D-Wave Two számítógépért nagyon sok pénzt kiadtak, milyen problémákat tudtak vele megoldani. Egy pillanatra visszaugrok. Amikor bemutatták ezt még 16 kvantumbites verzióval 2007-ben, akkor ők adatbázis keresést, ülésrendtervezést, meg sudoku fejtést demonstráltak vele. 2009-ben azt mutatták meg, hogy képfelismerő rendszerbe tanítására képes, mivel a D-Wave túlt azt a NASA meg a Google vette meg, ezért ők más jellegű feladatokra szánják. Pár hónap ezelőtt felkerült a netre egy 6 perces videó, amerikai stílusban készült, hogy mi mindenre lesz jó, és ott a távoli galaxisokkal kapcsolatos számítások elvégzésén keresztül az emberi missziók jobb átétele szerepelt a NASA oldaláról, Google pedig a kereséseket szeretné hatékonyabbá tenni. Ezek azok, amiket mondanak. Én nagyon régóta tartok már kvantuminformatikával foglalkozó előadásokat, és magam részéről egy kicsit szkeptikus vagyok azt illetően, hogy mindenre lehet használni majd a D-Wave-nek a számítógépét. Az az érzésem, hogy a különböző cégek inkább azért vásároltak belőle, hogy megnézzék, hogy pontosan mit is tud a gép, és van egy-kettő olyan jól hangzó cél, amit el lehet adni a közvéleménynek. De én még kevésbé látom, hogy mik azok a konkrét problémák, amelyekre használni tudják. 2012-ben a D-Wave felbérelte, vagy megbízott egy embert, hogy nézze meg a gépét és értékelje a teljesítését, és akkor ő készített belőle egy tanulmányt. Ez volt egy összehasonlítás különböző benchmark klasszikus rendszerekkel. Én nem olvastam ezt a tanulmányt, csak hallottam róla, lehet, hogy abban van egy-két konkrét példa megemlítve, mi mindenre lehet felhasználni. És a Lockheed Martin is azért vette meg, hogy a hivatalos nyilatkozatok szerint, hogy tapogatózzon, hogy mindenre lehet jó a kvantum számítógép. De most már 512 a legutolsó képviselő 13-as. Igen, de az más, mint az 512 kvantumbit, amiről akkor beszéltem, hogy 2500-on állapotot állítunk elő majd a rendszer illetően. Jó, tehát nem tartunk ott az 512 bites kvantum számítógéppel, hogy azzal mondjuk RSA-t törjünk, mert nem alkalmas ilyen jellegű problémáknak a megoldására az elkészített rendszer. Igen, ahhoz mondjuk egy olyan gépre van szükség, ami képes arra, hogy az inverse quantum Fourier transformációt végrehajtsa skálázható módon. Ez a quantum Fourier transformáció. Ennek a fizikai megvalósítása akadály. Le lehetne programozni most,
csak nem tudjuk elérni azt, hogy nagyon sok kvantumbitünk belekényszerítsünk egy regiszterbe, és azzal műveleteket tudjunk elvégezni. Tehát azt meg tudom csinálni még, hogy elvégzek egy műveletet, egy hadamard transformációt végrehajtok egy kvantumbiten. Erre mindenki képes, aki itt van egyébként. Lézerforrás, cukros víz, és már is, meg egy félig átteresztő tükör, és utána már is működni fog még az összefonódásnak az előállítása, ezzel a félig átteresztő tükörrel meg adom a transformációnak a végrehajtása. Tehát ezeket nagyon könnyen elő tudjuk itthon is állítani, vagy akár itt ezen a helyen. Csak utána, hogy rávegyük ezt a két fotont, amit előállítottunk, hogy ők még interakcióba is lépjenek egymással valahol, és még azt is csinálják, amit mi szeretnénk, ez már jóval nehezebb feladat. És ha megoldottuk két fotonnal, akkor utána kínlódnunk kell, hogy megoldjuk három fotonnal, és megoldjuk négy fotonnal, öt fotonnal, és így tovább. Tehát a fizikai megvalósítása az elméleti algoritmusoknak ez az, ami nagyon lassan szambog. Nem mondom azt, hogy nem haladunk vele, hogy a tavaly előtti 2012-es Nobel-díjak odaítélése is azt mutatja, hogy haladunk előre, képesek vagyunk arra, hogy két fotont rávegyünk arra, hogy ők reakcióba lépjenek egymással, most nem a kémiai teremben használom a reakciószót, tehát valami transformációt végrehajtsunk, ehhez közvetítő közeget használunk fel, hogy ez a dolog megtörténjen. De ezek még inkább kísérleti stádiumban léteznek, és még hogyha meg is alkottuk ezt a rendszert, utána az előállított fotonok azok, az előállított kvantumbiteket nem tudjuk megőrizni hosszú időre. Van az összefonódás, rögtön, van például az összefonódás, összefonódott pár két tagja. Ez megint nagyon jól hangzik elméletbe, csak én nem tudom elvinni a nálam lévő párt a Marsra. Innen se tudom már kivinni ahhoz, hogy ne készüljünk elő. Nagyon szegény foton nem kéne tartani valami kalickában, megoldható. Sikerült nagyon alacsony hőmérsékleten nagyon lelassítani a foton. És meg lehet mondani azt is, hogy ez a foton az bent keringjen egy rendszerbe. Többek között az egyik Nobel-díjasnak kutatócsapat által létrehozott rendszer, a ilyen jellegű megoldás is bent volt, vagy bent lehet abban a dologban, de ettől még nem úgy működik, mint egy hagyományos PC, amit elképzeltünk. Mutattam ugye egy kvantum számítógép, ami egy kémcsőbe van bent, amivel egyébként faktorizálták a 15-ös értéket az IBM-nek a laboratóriumában, de ez megint nem egy skálázható megoldás. De úgy látom jelen pillanatban, hogy ez a része, a kvantum számítógép építés, ez nagyon még az alapkutatásnak a kérdésköre. Még nagyon sok olyan fizikai ismeretet kell birtokolni, amely szükséges ahhoz, hogy úgy elő tudjunk állítani nagyon sok kvantumbitet, azokat stabilan tudjuk tartani, és tudjunk nagy regiszterekkel dolgozni. Haladunk évről évre, lépésről lépésre, csak nem ott tartunk, hogy ez így egy csettintésre megmenne. Ez egy jó kérdés. Erre azt mondom, hogy mondjuk a faktorizálásnál a 94-95-ös publikálás volt, eljutottunk el a 143-os értékig 2012-ben, amit tudtunk. Ez még mindig nem az a szám, amiatt rettegnünk kell. Én nem mondom azt, hogy ne foglalkozzunk ezzel a témakörrel. Pillanat, csak itt volt előbb egy kérdés. A maga kérdés az nem hülyeség, arra vonatkozott, hogy ha van nekünk egy véletlen szemgenerátorunk, ami előállít véletlenszerűen kvantumbiteket, utána megmérünk, és így kapunk klasszikus nulla, klasszikus egyes értékeket véletlenszerűen, akkor képesek vagyunk-e arra, hogy előállítsunk egy ugyanolyan rendszert valahol máshol és párhuzamosan futtassuk. Hogyha ez a rendszerünk úgy működik, hogy magát az összefonódást használjuk fel, ahol összefonódott párok vannak, ha az egyik tagját megmérjük, akkor pontosan bebillen a másik érték is.
és különböző összefonott párok között válaszva lehet úgy, hogyha az egyiket nullára mérem, akkor a másik is nulla legyen, egyébként lehet pont ellentétesen is. Ha így választom, és összefonott párokkal dolgozok és osztom meg, akkor úgy működik a véletlenszám generátorom, hogy mind a két helyen ugyanazt az értéket dobja az összefonódás miatt. Persze azért én hozzáteszem ezt a kérdést, hogy oké, de hogyan osztozunk meg az összefonódott páron a két rendszer között, és hogyan érjük el, hogy ezeket tároljuk addig, ameddig meg nem mérjük. Ez a gyakorlati megvalósítás kérdés, elméletileg működik. A másik oldal, hogy azt mondjuk, hogy van egy csupa nulla állapotunk, egy egyszerű nulla állapotunk, abból készítünk egy ket nullát, ugye erre mondtam én azt nagy hanggal, informatikus szemmel, hogy ez könnyen megoldható, és mondják azt a fizikus kollégák, hogy ez nem mindig triviális, és utána azon végrehajtunk egy Hadamard transformációt, ugye félig átteresztő tükör egy példája, de van sok más fizikai megvalósítás Hadamard transformációnak. Az a tükör az tökéletes tükör, tehát tökéletesen félig átteresztő tükör, akkor egy-ketted valószínűséggel, akkor egy olyan érték keletkezik utána, ami egy-kettet, 1 per gyök 2 x 2, 0, 1 per gyök 2 x 2, 1, vagyis 0,5 valószínűséggel mérek 0-t vagy 1-et. Ez csak és kizárólag a mérés pillanatában dől el, hogy mi a mérésnek az értéke. Ugyanazt a kvantummechanika azt állítja, hogyha még le is tudnám másolni azt az értéket, mert nem tudom lemásolni, de végrehajtom rajta a mérést, maga a mérés az véletlenszerű, tehát két tökéletesen egyforma kvantumbiten végrehajtva a mérés különböző eredményeket kaphatok. Én nem gondolom, tehát ugyanazt fogom megnézni, mert ezt az eredményt fogom kapni. Azt mondtad, hogy a kémcsőben lévő keret az ilyen könnyen hogy már ezt kimerem megtartani? Tehát az úgy tűnik, hogy könnyen tudunk egy ilyen szükséges pozíciós állapotot letolni. Tehát igazából egy random generátort mi is tudnánk, hogy utána a mérést is könnyen megnagyolni, legalább könnyen a kollégától ezt a tükörőt. Amivel mi foglalkozunk, mondjuk a BME-n, azok inkább az optikai rendszerek, én abban kicsit jobban otthon vagyok, mint mondjuk a kémcsöves rendszerrel. A mérésnek a végrehajtása az egy fotódiódás detektorral történik, és észleljük a bejövő fotont, és meg tudjuk határozni utána a fotopolarizációs állapotát, tudjuk meghatározni, és ennek függvényében nullás vagy egyes értéket tudunk kijelezni a kijelzővel. Egy ilyen detektort meg lehet vásárolni, most nem emlékszek az árára is, nem merek nagyon mellé ülni, de nem kerül nagyon sokba egy ilyen érték, tehát mondjuk $1000-okról beszélhetünk. Jó, ez mondjuk az akadémia ár, tehát nem tudom a piaci árat. Igen? Igen, visszatérve az elmélet, hogy nagyon jó a kérdés, arra vonatkozik, hogy hogyan történik a kvantum számítógépeknek a programozása. Jelen pillanatban teljesen ez történik, egymás után fűzzük a kapukat. Ez egy adatbáziskereső kvantum számítógép, már amennyire kvantum számítógépnek tudjuk nevezni ezt a rendszert, és itt különböző részeszközök vannak egymás után fűzve és egymás után elhelyezve, és ezzel csak és kizárólag egy dolgot tudok megvalósítani, az esetben a Grover algoritmust, amire ezt a rendszert használják, egy adatbáziskereső algoritmust. Vagyis az, hogy mondjuk programozhatóvá tegyük jelen pillanatban a rendszert, ez megint egy kutatási irány. Mondok nekem olyan, hogy vannak olyan hallgatóink a BME-n, akik jelenlegi vizsgálatokat folytattak, hogy hogyan lehet egy programozható kvantumnyelvet végrehajtani, de a fizika sajnos még nem tart itt. Van jó néhány olyan kaput, amit meg tudunk alkotni a gyakorlatban is. Nézett elemi kapukat, azokat el tudjuk készíteni, fázisforgatás, bitflip, fázisflip, Hadamard kapu, egy T-node kapunak a segítségével megállást tudunk végrehajtani, az megoldható. És azt is meg lehet mutatni, hogy a legtöbb bonyolult kvantumkapu az a belsejében felbontható egyszerű kapukra, tehát vissza tudjuk vezetni ezt különböző egyszerű kapukra. De például nem olyan régen felvázoltunk egy algoritmust egy fizikus csapatnak,
felfért egy táblára, tehát viszonylag egyszerű volt az áramköri rajz az algoritmusnak, azt mondták, hogy leírtuk a működését, és azt mondtuk, hogy akkor ezt meg kellene valósítani, és mondták, hogy 10-20 év, ameddig mondjuk ők ezt meg tudják csinálni, és nem azért, mert nem értenek hozzá, nem, mert csomó olyan dolog van benne, ami számunkra triviális, és azt mondtuk, hogy oké, érjük el, hogy ez a foton ez így meg így menjen, de mondták, hogy ez a valóságban jóval nehezebb, nem megvalósítható. Igen, tudom készíteni vele, nem is kaput, nem kaput készíteni. Igen, tudom készíteni egy ilyent is, és egy pillanatra én itt visszaugranék. Arra részre, amikor beszéltem a függvényekről, azért, mert ebbe az esetben a kvantumrendszert tekintve egy zárt rendszerrel kell dolgozni, és ez unitér transformációt kell végrehajtanunk rajta. Hát csak és kizárólag olyan kapukat tudunk elkészíteni, amelyek megfelelnek ennek az unitérségbeli követelménynek, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy olyan kapu esetében, ami klasszikusan nem egyértelmű a működés, hogy hogyan fogom megkapni a kimenetet, azt úgy tudjuk kvantumosan teljessé tenni, hogy ki kell egészíteni még különböző bitekkel. Ebben az esetben, még ebben a megoldásban is van egy függvény, és a függvényértékünk van, hogy mellé kell tenni nekünk a bemenetet is. Tedd az egy bácsin a ráadott bemeneti érték, meg a hozzátartozó kimeneti érték, és ebben az esetben már egy egyértelmű megfeleltetést tudok végrehajtani, és így meg is tudom fordítani ezt a kaput, és vissza tudom állítani ennek az értékét. Ez így van. Vannak még csúnyább algoritmusok is, mert abból a szempontból, hogy mennyi a kidobott biteknek a mennyisége, de sajnos a zártságnak meg kell felelni. Igen, sőt nem csak azt hordozza magába, hogy én tudom, hogy hol van, akivel kommunikálok. Ennél is a kérdés az volt, hogy a kulcsétosztás, vagy a kommunikáció magába hordozza annak az ismeretét, hogy én tudom, hogy kivel kommunikálok. Nem csak ezt hordozza magába, hogy tudom, hogy hol van, akivel kommunikálok, lézer összeköttetés szabad esetében, hogy rá is kell látnom az illetőre, hanem még az is kérdés, hogy tudom, hogy mikor kommunikál velem. Gondoljunk abba, hogy kvantumbitekről beszélünk, egy fotonról, egyetlen egy darab fotonról, amit szeretnénk elkapni. Tehát nem arról van szó, hogy felvillan egy hosszú lézerjel, vagy több millió foton van benne, hanem egy darab fotont szeretnénk átküldeni. És erre különböző megoldások vannak, tudunk gyengített lézert használni, ami az esetek 90%-ában egy foton se küld, 9%-ába küld egy fotont, maradék 1%-ba kettő vagy több fotont küld ez a gyengített lézer. Hogyha ez a gyengített lézer kettő vagy több fotont küld, akkor onnantól kezdve már egy támadó hozzá férhet hozzá a két fotonnak az egyikéhez, és el tud kezdeni támadásokat végrehajtani. Tehát nekünk az kell, hogy csak egy darab fotont küldjünk el, ha gyengített lézert használunk. Ezért nem triviális mondjuk egy BB84-nek a megvalósítása sem. És még nagyon sok kérdést felvet